Így mutat a bejáratból az egyik mini garzon a József András Tagkórház területén épült 118 férőhelyes nővérszállónak. Az új létesítmény statikailag és műszakilag már készen van, csak a lakások kiegészítői hiányoznak. A közel 2000 négyzetméter alapterületű háromszintes tömb az intézmény korábbi infektológiai épületének helyén kapott helyet. Szűcs Attila vármegyei oktatókórház főigazgatója a projekt záró rendezvényén kiemelte, nem csak ápolók, hanem az egészségügyi dolgozók széles skálája bérelheti kedvezményesen a szállólakásait. Igaz, hogy dominálóan nővérek elszállásolásra szeretnénk majd ezt felhasználni, de ugyanitt elhelyezésre kerülhetnek kollégák, rezidensek, fiatal családos munkatársaink is, akik magas színvonalú, igényes, nagyon jó árérték arányú helyen tudnak hónapokig átmenetileg élni és emellett dolgozni. Nagyon örülünk, hogy ez a beruházás nálunk valósulhatott meg. Szeretném kiemelni a beruházás kapcsán Adorján Gosztáv főigazgató úr nevét, akiben a gondolat megfogalmazódott, hogy itt a helyszínen valósítsuk meg ezt a beruházást, és szívügyének tekintette ezt a beruházást. Suba László, az Országos Kórházi Főigazgatóság régiós osztályvezetője elmondta, csak nem 13 milliárd forint állt rendelkezésre ilyen fejlesztésekre, összesen pedig 15 szálló készült már el az ország 13 gyógyintézményében. Kiemelte, ez a betegek biztonságérzete és a dolgozók munkájának színvonala miatt egyaránt fontos. Elsősorban a betegek érdeke az, ami az egészségügynek a feladata, ami a legfontosabb. De a betegek érdekét szolgálja az is, hogy nekik joguk van a pihent dolgozókhoz. Mert a pihent dolgozó elégedettebb, jobban tud odafigyelni a munkájára, jobban tudja végezni a munkáját, és ezáltal a betegek biztonságérzetét, a szakmai munka színvonalát növeli. Viszont a dolgozóknak is joguk van ahhoz, hogy jó körülmények között pihenjenek, a pihenést biztosítsuk számukra, ezért nagyon fontos az, hogy ilyen beruházások, mint itt ez is, ami előtt állunk, megvalósuljanak. A Nyíregyházi Kórház infrastruktúrális fejlettsége és a szakszemélyzet állapota vármegyei ügy. Erről már Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke beszélt az eseményen. Hangsúlyozta, a lakhatás megteremtése nagyon fontos lépés a szakdolgozók megtartása érdekében. Nagyon nagy küzdelem folyik a szakdolgozók megtartásáért. Ez nyilván bérkérdés is. Most volt egy újabb béremelési fázis, jövőre lesz egy nagyobb béremelési fázis, de nem csak bérkérdés, hanem lakhatás kérdése is. Tehát, hogyha olyan munkakörülményeket tudnak adni hosszabb távon is, vagy rövidebb távon szakdolgozóknak, amivel itt élni tudnak, akkor remélhetőleg meg tudják tartani ezeket a szakdolgozókat, nem csak szakdolgozókat, fiatal rezidens orvosokat is. Nagyon fontos, hogy a szakszemélyzete rendben legyen a kórháznak hosszú távon is, és ez a beruházás ez biztosítja a jövőre nézve. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere az elmúlt bő egy évtized fejlesztései kapcsán elmondta, kiemelten fontos volt a tömb kórház kialakítása, a parkolóház megépítése és a rengeteg eszközbeszerzés. Emellett azonban gondolni kellett a dolgozókra is, ezért szorgalmazta a város az óvoda és a nővérszálló megvalósítását. Az óvoda az önkormányzat beruházásában megvalósult 2019-ben, nagyon népszerű, nagyon sokat segített a visszajelzések szerint, és hát azt gondolom, ez a nővérszálló is ilyen lesz 118 férőhelyjel, ami a szakdolgozók megtartását is nagyon segíti, és hát ezen keresztül közvetve természetesen az itt ellátottak gyógyítását. A csaknem másfél milliárd forintból megépült új nővérszálló minigarzonjait a belső munkálatok teljes befejeztével az ősz folyamán vehetik birtokba a Nyíregyházi Tagkórház egészségügyi dolgozói.